Jó reggelt kívánok mindenkinek! Szinte biztosra veszem, hogy ti is találkoztatok már olyan ügyintézővel, recepcióssal, vagy bármilyen más munkahelyen dolgozó emberrel, aki a munkaköri hát leírása miatt egy ilyen mosollyal kellett, hogy fogadjon benneteket. De olyan sokszor van az, hogy amikor úgy belenézek ezeknek az embereknek a szemébe, azt látom, hogy a szeme szinte sír, vagy a szeme hihetetlenül bánatos. Az arcán rajta van egy kényszeredett mosoly, hiszen ezt követelik meg tőle, de belül az ember maga a bánat. Ezen a világon nagyon sokszor megkövetelik tőlünk, hogy sokszor játsszuk meg magunkat. Legyünk mások, mint ami éppen bent vagyunk a lelkünkben belül. Engedjétek meg, hogy talán egy kis mosolyt fakasztva mondjam nektek, hogy van itt egy kis cica a hegyoldalban, Nagymaroson, aki rendszeresen hozzám is jár étkezni. És sokszor olyan bánatos arccal állít be hozzám, hogy azt szoktam neki mondani, hogy hát kedves kis cicám, hát ilyen nehéz az élet a bűnnel terhelt földön, még egy kis macskának is. És akkor így majdnem úgy bólogatva mutatja, hogy hát igen, még nekik is nehéz. Bizony nekünk embereknek sokszor a lelkünk bánatos tud lenni. A keresztény ember sokszor gondolja azt, főleg azok, akik frissen keresztelkednek meg, vannak egy olyan tévképzetben egy darabig, hogy ezen a világon, hogyha valaki keresztényé válik, akkor onnantól fogva az élete egy merő öröm lesz. Hiszen ő már Krisztusé, megváltott gyermeke. Ez így van. De számtalan dolog, ami lelkünkbe bánatot generálhat, bánatot csiszolhat. És ez alól mi sem vagyunk kivételek. Mi is ezen a világon élünk, ahol a bűn úgy megterheli a magát a földet is, az élőlényeket is, és az embert is, hogy bizony, ahogy a költő mondja, sokszor a lelkünket roskadozva visszük. Viszont szeretnék egy nagyon szép Zsoltár igét felhozni most elétek. Zsoltárok könyve 30. fejezetéből a 6. versnek a B részét, amely így szól, hogy este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Milyen szép! Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. Igen, a Zsoltár is azt mondja, hogy mi is, akik itt élünk és jobbra vágyódó emberek vagyunk, Istent keresve, hozzánk is beszállhat a bánat. De valahogy reggelre az öröm is bekopogtat a mi lelkünknek az ajtaján. Este bánat száll be hozzánk, reggelre öröm. És mi, akik hisszük azt, hogy Istennek a teremtményei vagyunk, mi forduljunk oda Istenhez, amikor a lelkünkön bánat van akkor is, hiszen, ha lehet így fogalmazni, Isten is a boldogságnak a feltalálója. Isten is az örömnek a feltalálója. Mi ne akarjuk fűhöz, fához vinni a lelkünket, hogy majd az majd bennünk boldogságot fog tudni eredményezni, hanem forduljunk ahhoz az Istenhez, aki a boldogságnak és az örömnek is az Istene, hogy megvigasztalja, lecsendesítse a mi lelkünket. És ne legyünk olyanok sokszor, mint azok a szegény ügyintézők a munkahelyeken, recepción, ügyfélszolgálati irodán, ahol egy kényszerű úgynevezett amerikai menedzser mosollyal fogadnak minket, a mi ügyeinket, ügyes-bajos dolgainkat intézni, de látjuk, hogy belül marja őket valami, és a szemük nemhogy nem nevet, hanem szinte üvegesen tekint ránk vissza, vagy pedig kifejezetten szomorúságot áraszt magából. Menjünk oda a mi Istenünkhöz. Mondjuk meg neki, hogy Uram, most bánatot engedtél meg az életembe, de kérlek, hogyha ezeket az órákat, esetleg napokat leveszed rólam, akkor add, hogy ismét nappal virradjon az én szívembe, és örömöt adjál nékem, Istenem, hiszen én a tiéd vagyok, te benned élek, mozgok és vagyok. Add meg, hogy ismét boldogabb lehessek. De azt ne felejtsük el, és erre Jób könyve az egyik legnagyobb tanítómester,
hogy Istennek sokszor célja van a mi bánatos óráinkkal, napjainkkal és heteinkkel is esetleg. Mert a legnagyobb mélységeket, a legnagyobb gondolatokat bizony Isten sokszor nem az úgynevezett, elnézést, hogy így mondom, happy napjainkon tudja adni, hanem amikor megsebzett a mi lelkünk, akkor tudunk sokszor az életnek a nagy, mély gondolataiba belelátni, olyan dolgokon elmélkedni, amit az ünnepes napokon, az úgynevezett happy, örömködő napokon, vagy a vidám, vicces napokon nem igazán tudunk megélni. Nekünk ebben a világban nem csak az az osztályrészünk, hogy örömködjünk, hanem bizony néha adjuk meg magunkat Istennek, és mondjuk azt, hogy Uram, hogyha megengedted, hogy most bánat szálljon reám, akkor ezzel is kezdjél valamit, hiszen te mindenből a legjobbat tudod kihozni. És hogyha a te kezedből kikerülök a bánat ideje után, akkor majd eljönnek az öröm és a felüdülés percei, órái és napjai. Jegyezzük meg akkor mára, este akár bánat is szállhat be hozzánk, de reggelre öröm. Isten kezében, kezéből fogadjunk el mindent, a bánatos időt is, és az örömnek az idejét is. Ennek jegyében gondolkodjatok egy kicsit, ha van kedvetek a mai napon, és legyen tartalmas és szép a napotok. Szervusztok!